Ez itt a TNG Profession vadonatúj műsora, a Mozikvíz, amelyben elmerülünk Hollywood bugyraiban, hogy kiderüljön ki a legtájékozottabb filmes világban. A műsor házigazdája pedig nem más, mint a filmprofesszor Barkóczi Norbert Abdi. Nincs más hátra, mint ki a vörös szőnyeget, kézbe a popcornt, és induljon a filmek csatája. Ó, genyó! Tudtam volna egyet, amit senki nem tud, hát most már nem. Én gyanom se volt. Nekem se. Ja, én a sert írtam. Mert az egy személy. Lövésem sincs, ezért beírtam, hogy Boris. Bemutatom a mai játékosainkat. Itt van először Kálmán Lajos. Lali, szia Lali, mondj egy pár szót magadról, illetve a filmekkel való kapcsolatodról. Magamról nem beszélek, de a filmekről se, mert annyira sok időm nem nincs mostanában, hogy nézem őket, szóval az utolsó helyért küzdök, úgy érzem. Itt van velünk Varga Orsolya is, szia Orsi, miért jelentkeztél a műsorba? Férjem a műsorvezető, hát éjjel esélyem, de egy csomó filmes bulvárt olvasok, hát ha segíteni fog. TNG Podcast nézőinek nem kell, hogy bemutassam Bocskai Józsefet, szia Jos, melyik a kedvenc filmed? Szuper, na akkor... Csapjunk is bele! 20 kérdést 4 témakörre bontottam, úgyhogy aki nem bukott meg szorzótáblából, az ki is számolhatja, hogy minden témakörben 5-5 kérdés lesz. Minden egyes helyes válaszért 1 pont jár. Minden körben a film címére leszek kíváncsi, de vigyázzat, mert szigorú leszek, hogyha egy film sorozat több részből is áll, akkor csak az adott részt fogom elfogadni, de lehet mondani az angol címét is, de egy névelő vagy egy toldalékolási pontatlanság az nem lesz hiba. A 20. kérdés után pedig, akinek a legtöbb pontja lesz, az fog győzni. És hogy mit? Egy igazán értékes főnyereményt, ami majd a műsor végén fog kiderülni. Akkor csapjunk is bele, és jöhet az első témakör. Az első témakör az idézetek, ami hát nyilván nevéből is adódóan a képen látható idézetből kell majd megmondani, melyik filmről van szó. Első kérdés, ő Penge Boris, vagy más néven Golyáló Boris? Ferde a kereszt szovjet sar, és kemény, mint a keresztbetett kalapács. Na vajon melyik filmből származhat az idézet? Úgy látom, Josnak már van tipje, többiek gondolkoznak erősen. Akkor Jos ne les. Ez nem más, mint a Bluff című film. Igen. És ki írta? Orsi? Jos, mit írtál? Hát én a Men in Black-et. Men in Black? Hát ez benéztettes. Lali, te pedig... Lövésem sincs, ezért beírtam, hogy Boris. Boris 2. Boris 3. Még hát ez a Schuster Bakakén, vagy nem tudom, mi a címe. Schuster Szabó Bakakén. Nem, hát a klasszikus Guy Ritchie film, Bluff, és hát Golyóálló Boriszt jól ismerjük, akkor Jos és Lalinak ugye most nem sikerült, Osnak pedig van egy pontja, úgyhogy menjünk is tovább, mert ez csak az első kérdés volt, úgyhogy még most semmi nem dőlt el. Lássuk a másodikat. A szépség ölte meg a szörnyet. Vagy It was the beauty who killed the beast. Ezt a filmet nagyon sokszor feldolgozták már, és ez a klasszikus mondat a film végén, de mindegyik filmnek a végén ez elhangzik. Szerintem ilyen 20-as évek környékén már ezt leforgathatták, és azóta nem tudom hány verziója létezhet. Jelenleg is fut egy ilyen franchise keretében. A helyes válasz pedig a King Kong. A King Kong végén, amikor felviszi a nőt a Empire State Building tejére, és akkor ezt elmondják. Nincs helyes válasz. Én gondolkoztam, hogy mi az, amiben már van 600 féle millió változat, de még mindig csinálnak belőle. Tudod, mit írtam be? A szépség és a szörnyet. Nekem is eszembe jutottam, hogy... Hát az idézetek asszociációs játéka. A harmadik idézetünk. Mi van a dobozban? What's in the box? Klasszikus, nagyon erős, drámai tetőpontja a filmnek. Sztárok játszanak a filmben. 99-es. Thriller. Na, tessék, Orsinak plusz egy pont. Nem más, mint a 7. című film. Akkor úgy láttam, hogy Orsi 2. Hát már segített, igen. Pont. Lali, mit írtál be? Valami random bullshit, a Fight Club. Brad Pitt. Időben, Brad Pitt, időben is elég közel voltak. Majdnem, jó. Orsinak 2, Josnak 1, Lalinak 0 pontja van, úgyhogy eléggé közel álltak egymáshoz, jöhet a 4. idézet. Jack, azt akarom, hogy úgy rajzolj le, mint azt a francia lányt. Avagy Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Ez lehet, hogy túl könnyű, és akkor mindenki egyből kitalálta. Nem, nem.
Akkor mindenkinek megvannak a válaszok? Ha meg, de én remélem, hogy nem kapkodtam el. A válasz pedig Titanic. Bakker, tényleg. Lali és Orsinak megvan. De jó, nem, nincs meg. Csak bologattam. Ja, ez csak hogy ez a Titanic acknowledged, oké, megvan, jó? Jó, oké, nem gond. Jack the Reaper. Jos, te? Nem. Shining, de nem. Akkor csak Orsi találtak. Amúgy az is eszembe jutott a Shining, de a francia lány miatt a Titanic, igen. Hogy Orsinak 3, Josnak 1, és Lali még nem szerzett pontot. Jön az utolsó idézetünk a mai nap. Az élet utat tör magának. Life finds a way. Filmsorozat, nagyon sok része van belőle. Az elmúlt egy vagy két évben jött ki az utolsó része ennek a film franchise-nak. Összesen 6 része van. Steven Spielberg nagy klasszikus rendezése. Nem mindegyiket ő csinálta. Aha, bazd meg tényleg. Azelőtt még nem láttuk ezeket így bemutatva, nagyon-nagyon-nagyon hatásosan ezeket a élőlényeket. Mindenki vírt? Van tipp? Jó, akkor mutatom helyes választ, hogy nemes pinta. Jurassic Park. Élőlények, gratulálok. Az élőlényekkel meg. Hát miért nem? Megkavartam, most segítettem, vagy? Segített. Orsinak segített, de nem tudta. Kitalálta mindenki? Mindenki? Igen. Jurassic Park. Tudtam volna egyet, amit senki nem tud, hát most már nem. Végre Lalinak meg lett az első pontja. Orsinak akkor ez a Jurassic Park együtt, ez a negyedik. Gyakorlatilag csak egyet nem tudott Orsi az idézetekből. Josnak pedig 2 pontja van, tehát Orsi 4, Jos 2, Lali 1. Úgyhogy ez volt az idézetek. Jöhet a második témakörünk, ami nem más, mint a poszterek. Minimalista posztereket hoztam nektek, amiből ki kell találni a film címét. Az első minimalista poszterünk így néz ki. Egy film címre vagyok kíváncsi. Ez is egy trilógia, de ahogy csak általában utalni szoktak rá, ez teljesen jó lesz. Lehet az idő, és a helyes válasz pedig a Vissza a jövőbe. A fejekből úgy látom, hogy Orsinak nem sikerült, Lali. Back to the future lett beírva. Jó, helyes, a Back to the future. Akkor úgy állunk, a 6. kérdés után Lalinak van 2, Orsinak maradt a 4, Josnak 3. Úgyhogy jönnek fel a fiúk, jön a következő poszter, a 7. kérdés. Úgy látom, hogy az idézetek Borsi az eléggé tarolt, de a poszterekben a Lali és Jos jobbak. Na jó, akkor még egy 5 másodperc. Hú, ezt megkaptad. És lejártunk. A helyes válasz pedig a Rocky film sorozat, igazából bármelyik részt elfogadom, szóval a Rocky filmek. Lali és Jos, akkor úgy látom, hogy szintén. Én is kitaláltam. Te is sokit mondtál? Már rég beírtam. De jó, nem tudtam. Na, oké, akkor ezt mindenki találta. 7. kör után úgy állunk, hogy Orsinak 5, Josnak 4, Lalinak 3 pontja van, úgyhogy nagyon szoros eddig a verseny. Jöhet a 8. Úgy látom, hogy mindenkinek már meg is van a tippje. Úgyhogy én akkor azt mondom, hogy nézzük is meg. Várj. Még kicsit gondolkozik, Lali. Jó, akkor a keresztapa. Yes. Mindenki eltalálta a keresztapátok, ez is könnyű volt. Még a James Bondra gondolkoztam egy pillanat. Jinx Bondra, a Bungie Bondra. A 008-as. Orsi 6, Jos 5, Lali 4 ponttal. 9. minimalista poszterünk. Ajaj. Eddig a poszterekből a fiúk mindent kitaláltak. Orsinak is csak egy hibája volt. 3, 2, 1. És a helyes válasz a hófehérke és a 7-es törpe. Csak annyit írtam fel, hogy hófehérke, de gondolom elfogadom. Ez nem volt. Orsi, mit írtál? Semmit. Semmit nem írtál be? Jós, te se írtál be semmit? Nem. Még gyanúm se volt. Nekem se. Minden esetre ezt csak Lali találta ki, úgyhogy úgy járunk, hogy Orsi vezet 6 ponttal, Jós és Lali 5-5 ponttal. Holt versenyben a második helyezett. Úgyhogy érkezzen az utolsó minimalista poszter. Ki fogtok egyenlíteni? Úgy látom, hogy srácoknak már van tippje. Amikor azt mondtad, hogy az adta meg a izét, tudod a löketet. Nem, most már csendben van a dolog. Van tippem, csak nem jut eszembe címe. Még egy utolsó tipp, megvárjuk, míg leírod, és a helyes válasz nem más, mint a Wall Street farkasa. Igen. Yes. Úgy látom, hogy a Wolf of Wall Street. Mi volt a tippe, Dorsi? A Cujo. Az kutya legalább. Az a Stephen King feldolgozás, kutya. Ja. Jos, neked is ment a Wall Street? Megvan, igen. Hát akkor úgy állunk a 10. és a játék felénél, hogy
mindenki volt versenyben 6-6-6 ponttal, úgyhogy kiegyenlítettek a fiúk. Előről. Elég szoros, és hát akkor Rezet. Jöjjön a játék harmadik témaköre. Hangok. Ajaj. Az adott filmből egy rövid részletet fogunk hallani, kép nélkül, csak a beszéd, háttérzene, egyéb zajok alapján kell tudni meghatározni a film címét. Itt van! Tessék! Gaius szenátor, Falco szenátor, Gaiusza vigyázz! Mézes mérget cseppent fületbe, és egyszer csak asszajkózott. Köztársaság, köztársaság, köztársaság! Miért is ne? Róma alapja a köztársaság. A köztársaságban a szenátus uralkodik. De téged nyilván nem ez hajta. De hol állsz, hadvezér? Császár vagy szenátus? A katonának azért jó, mert szemtől szembe állhat az ellenséggel, szenátor. Hadsereggel a hátad mögött. Könnyedén lehetsz politikus. Én szóltam, kimentelek, szenátor urat. Orsimak van beírva, a srácoknak is van beírva? Vagy nekem nincs. Jósnak semmi. Nincs. És lesz esetleg? Vagy haladjunk? Szerintem nem lesz. Jó. Akkor jön a megoldás. Gladiátor című film. Is gondolkoztam. Róma, meg hadsereg, meg Róma kizim, bekaphatja. De még a film elejéről van igazából, amikor még Maximus, még hát ő még hadvezér. Eltalált a Dorsi? Nem. Én Brian életét írtam már. Brian. Semmi szenátor. Sokszor hallottam, hogy szenátor. Senkinek nem tudok pontot adni. Hát remélem, hogy a következők azért könnyebbek lesznek. Jöhet a 12. kérdés. Bocs, Lali, hogy a magyart hoztam. Én azt tippálom, hogy ha ennyiből nem, akkor már azután sem. Nem biztos, hogy sokat segítek, ha azt mondom, hogy ez egy animációs film. Biztos voltam, mert tudom, nem láttam. Nem úgy teszem a címe, ezért magyarul írtam valami fasságot, és lehetne az. Akkor a helyes válasz pedig a Minionok, vagy Minionok, de fogalmasíts, hogy kell mondani. Jó, az a harmadik a film. A sárga. A Minionok, tehát az a Gru után van. Igen, és az a címe, hogy Minionok. Én a Grút írtam aznak. Helyes. Azt nem tudom elfogadni itt most. A Grút Minionok, haver, nézd csak. A Minionok az tökéletes, Orsi? Én az Angry Birds-ot értem, mert fogalmam nem volt, de mondom, hogy amit beírom. Van animáció? Előle film, úgyhogy végül is nem rossz a tipp, de sajnos nem az Angry Birds, hanem a Minionok. Lali 7, Orsi, Jos 6 ponttal. Na úgyhogy jöhet a 13. kérdés. Tényleg azt hiszed, hogy eljön? Hát, amilyen pekjem van, egész biztos. Kalandor, ismerem a fajtáját. Állja az halát. Nos, szerintem pedig egy faragatlan, koszos, undokszélhámos. Nekem egy cseppet sem tetszik. Ismerem, Netel? Ó. Oh. Üdv. Nos, pazarnap ez egy új kalandra, nem? De O'Connell? Az nagyon pazar. Ó, oh, nem. Sosem lopnék egy barát. Hölgyem, hadd mondjak. Az egész helyőrségem úgy hitt ebben a helyben, hogy parancs nélkül átmasíroztak érte fél Líbián és Egyiptomon. És mikor odaértünk, nem találtunk más, csak homokot és vért. Nem találtak ott más, csak homokot és vért. De nagyon keresik ezt a helyet. Lalinak van tippje, Orsi? Én is beírtam egyet. Orsi, írtál valamit? Nem. Még nem? De nem is biztos, hogy fogok. És a helyes válasz nem más. A Mumia. Ez a Mumia című film volt. Simaliba. Jos, mit írtál be? A Nemzet aranyát. Orsi, te meg akkor semmit, igaz? Ebből Lali vezet 8 ponttal, Orsi és Jos továbbra is 6-6. Ez a hangok nem nagyon mennek. Lalinak megy. Egyet nem tudott eddig. De Orsi és Jos, hát a hangok nem álltak. Még ez volt a harmadik hang, még kettő van. Jön a 14. kérdés. Én vagyok. És várom azt a bátor vitézt, aki majd megment. Nagyszerű! Na, indulás! Várj, hőslovag! Most láttál meg először. Ne legyen ez romantikus. Csodás pillanat. Bocsi, hölgyem, sietünk! Várj, mi a csodát művelsz? Most magaddal kéne ragadnod, kimásznod az ablakon, és le a hágcsón a tátos paripádra. Volt rá időt, hogy kifundál, mi? Köszönöm!
nekem egy verset! Egy balladát! Vagy szonettet! Húnyverset! Vagy valamit! Most kihagynám! Megtudhatnám legalább a lovagom nevét? Nyilván ezt vághattam volna be, mert a film címét mondják itt el. Válasz pedig a Shrek. Uh-huh. Yes. Akkor ezt mindenki eltalálta. Na, örülök, akkor az első olyan hangok kérdés, amit mindenki eltalált. Akkor úgy állunk, hogy Lali 9 pont, Orsi 7, Jos 7 pont. És jöhet az utolsó a hangok közül, a 15. Ez a Construct. A letöltő programunk. Bármit letölthetünk. Ruhát, felszerelést, fegyvert, kiképző szimulátort. Szerintem ez mindenkinek megvan. Mindenkinek megvan a tippje? Még ezt is szinkronosan. Egy pillanatra megijedtem, de megvan. Yes. A Matrix, és azt mindenki ezt írta. Nagyon szuper, akkor ez is könnyű volt. Tehát akkor a hangok után úgy fordulunk az utolsó témakörre, hogy Lalinak 10 pontja van, Orsinak és Josnak 8-8, úgyhogy még semmi nem dölt el, úgyhogy érkezzen az utolsó témakör, ami nem más, mint a képkockák. Az adott filmből egy képkockát fogunk látni, és az alapján kell megmondani, hogy mi a filmnek a címe. Jegyezd meg, amit mondok. S felhozom magam amúgy. Megnyerem. 16. kérdés. Egy régi klasszik vígjáték. Egy fiatal színész John Travolta. A helyes válasz pedig a Nicsak kibeszél. Yes. Jós, eltalálta, Lalinak nem is volt tipp, és Orsi, mit írtál be? Ki nevel a végén, volt egy olyan is, nem? Igen, ki nevel a végén? De az, Jack Nicholson. Basszus. Meg Adam Sandler. Pedig azt láttam is. Lali vezet 10 ponttal, Jós a második 9, és Orsi lecsúszott az utolsó helyre 8 ponttal, az elején még Orsi vezetett, hát most megkérdezném, hogy hogy érzed magad, de inkább menjünk tovább. Rosszul. 17. kérdés. Talán nem lesz annyira nehéz, de viszont itt a és egy film franchise-ról van szó, 160 része van azóta, és egyre borzalmasabbak. Szóval minden esetre a pontos részt is szeretném itt kérni, nem lehet csak úgy egyet beírni, megadni. A helyes válasz pedig a Terminátor második része, T2. Hát én a kettőt nem írtam. Most mondta, direkt még segített is, hogy számok is vannak Terminátor, benne. Hát azt tudom. Beszoptad. Sajnos nem fogom tudni elfogadni. Azért, mert az egyben még nem voltak spancik, még nem fogdosta a pofáját. Hát meg a motor, azért a klasszik motoros jelenet, az a téke. Meg még nem is volt meg a gyerek, csak baba volt. Nem, nem az, még, az első még... részben még John még ott nem született. Meg. Ja, ja, igen, igen. Úgyhogy nem tudom, sajnos most elfogadni Jos, úgyhogy neked marad a 9 pontod, Lalinak 11, és Orsinak 9 pontja van, úgyhogy Lali 2 ponttal megy. Jöjjön a 18. kérdés. New York felett egy borzalmasan nagy repülő csészaj, de vajon melyik lehet a sok-sok-sok inváziós film közül? Nem jut eszembe a címe, és nem hiszem, hogy az, amit felírtam. A válasz pedig a Függetlenség napja. Yes. Nem azt írtam fel. Nem azt írtam fel. Armageddon. Valami gondolkoztam, hogy posztra, és nem ugyan be a címe is. Lalinak marad a 11 pontja, és Ors és Jos 10-10 pontra feljönnek. Utolsó előtti kérdés, 19. Mi ez a sok táncoló nő egy képen? Az baj, ha nem tudom pontosan, hogy kell leírni? Nem. Fiúk is táncolnak benne? Igen, fiúk is táncolnak benne. James Bond is táncol benne. Mamma Mia! Nem. Glit írtad fel? Nem. Jó, én azt Orsi tudta, fel. Orsinak 11 pont, Lali. Glee. Az nem táncos, az valami Glee. Akkor az, de az is táncolnak, nem? Igen, ilyen középiskolás éneklős táncos, de nem. Jos? Ja, én a Shert írtam. Shert, az egy személy. Tiszol. Ez kellemetlen. Akkor mi az a táncolós fasság? Mamma mia. Nem, az a másik, amire gondoltam. Hair. Olyan van az egyik. Musical Hair. Na, látod, nem tudom, hogy kell leírni, de kimondani se tudom. Hogy Lali 11, Orsi 11 és Jos 10 pont. Ami azt mondtad, hogy megnyered. Az utolsó kérdés, és még konkrétan még bármi lehet, még egy döntetlenre ki lehet hozni. Úgyhogy utolsó kérdés, az nem más, mint... Ez direkt mi? Direkt, mert még lesznek izék. Megvan? Jó, hát akkor a helyes válasz pedig az oroszlán kínű. Lion King. Nem értem oda, hogy tudta? Az. Én meg angolul írtam, szóval. Lalinak 12, Orsinak 12, és Jos csak egy ponttal maradt le. 11 pont. Úgyhogy Jos, te
biztos, hogy sajnos nem. Haza kéne mennem. De ebben az esetben fel fogok tenni még egy extra bónusz kérdést, de ebben a kérdésben az idő faktor is szerepet fog játszani, tehát aki elsőnek tudja a helyes választ, az fog győzni. Ez a kép, a filmnek a címe pedig... Hateful Eight-re gondolnék, de az nem. Ez egy régebbi film annál, de a stílus az hasonló western. A jó, a rossz és a csúf. Így van. A jó, a rossz és a csúf. A csúfeték tartás. Jó. Bunda. A készítőnek, a, készítőnek a felesége. 13 ponttal így végül is. Most jött az első, Lali 12, Jos 11, úgyhogy nagyon szoros volt, mindenkinek gratulálok, átadom a nyereményt, és a nyeremény nem más, mint egy a mozikvízhez nagyon illő Eiffel-torony, és egy Star Wars-os Boba Fett figura. Hé, hey, ezt még nem én vettem neked? De. Ez volt a TNG Profession mozikvíz című műsora. Írjátok meg kommentben, hogy ti hány filmet találtatok volna ki, és hogyha szeretnétek még mozikvízt látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Következő videóban pedig találkozunk. Ciao!